soha Madridban? De oha. Na, Hugh Grant soha életében nem tette le a fejét egy Madrid bárnára? Ha, ki tudja, hogy még mire. Na, ugye? Na most, tehát ráadásul egy nagyon fáradtságos elfoglaltság után vették fel, tehát nagyon jól aludt. Mi volt ez a nagyon fáradtságos elfoglaltság? Elmondja? Egy edzés volt, és David Beckhamet ábrázolja ez a film alvás közben. Gyönyörűséges felső testtel, az összes tetoválása látszik, és ilyen átszép, mint a kisbabák, így átfordul a másik felé, és állnak az emberek, és 67 percig nézik. Jézusom. 1.900.000 forint. Erre iszünk. Jól állunk. Nézzük meg a 9. kérdés témakörét. Rendben. Történelem. Most ez egy faramúci helyzet. Történelemből mindig jó voltam. Imádom a történelmet. Uh-huh. És itt a poprock, mint kedvenc kategóriája, úgyhogy most vívódhat. Most igen, vívódom, mert hát én azt mondom, hogy most cseréljük le. Igen? Most cseréljük le. Jó, akkor lecseréltük. Tehát poprock a témakör, viszont ebben az esetben ugye Király Zsolt nem tud segíteni. Nézzük a tétet. 600.000 forint volt az előző. Növeljük egy százassal, legyen 700.000. Jó, tehát 700.000 forint. Így van. És hozzá cukor. És cukor. Jó. Melyik magazin újságírója volt Neil Tennant a Pet Shop Boys énekese? 1. Q. 2. The Rolling Stone. 3. Beat Instrumental. 4. Spotlight. 5. Smash It. 6. Music Maker. 7. Sonics. 8. Sports Illustrated. 9. Life. Noob. Hát amit tudok róluk, ugye ők állatkereskedésben dolgoztak. Innen is kapták a nevüket. De ez még nem zárja ki azt, hogy ők dolgozhattak zenei magazinoknál, mert itt a többsége zenei magazin. Egy brit pop magazin. Brit, igen, dolgozott. Viszont, hogyha ők állatkereskedésre dolgoztak, valószínűleg állatokkal is foglalkozhattak. Hát már mondjuk a duett második tagja az például építész hallgató volt. Így van. Így van. És hát itt nekem beugrik a Life magazin. Ugye? Tehát az állatokat most igen, itt felejthetjük, igen. Most itt azt kell figyelni. Egy brit pop magazin. És még hozzá ugye itt is tudom. Amifele még hajlok, most a Life-ot ugye ezt kihúztam, amifele hajlok még, ez a Beat Instrumental című újság, mert azért ez inkább olyan gépiesebb zene, ami az ő műfajuk is, ebből indulva ki, bár igaz, hogy ők nem instrumentálisan játsszák, tehát ők az énekelgetnek is bennem. Hát a Rolling Stone magazin az, hát érdekes, mert nem őszinte azon is így gondolkodom. A Q magazint nem ismerem. Látta a Majdnem híres című filmet? Jaj, igen, igen, régebben láttam, csak kevésbé ugrik most úgy be maga a történet. Mert abban ugye a főszereplő a Rolling Stone magazinnak dolgozik. Igen, igen. Van a Music Maker, végül is, az is lehetne... Tehát az is egy zenei újság, ezzel csak igen. Azt akarom mondani, persze. A Music Maker is lehetne, mert ugye... Az is az. Mert ugye zenei, hogy is mondják, zeneszerzők, és hát hogyha nagyon angolkodni akarok, akkor tulajdonképpen ez 44 is azt 44 másodperce van. Jézusom! Igen. Hát akkor 40. Szerintem... De még azt használja ki. Jó. Okay. Hát a Sonics-ot nem ismerem, Sports Illustrated. Hát... Ez megint csak egy jó kérdés, mert sport, Pet Shop Boys. Próbál kutakodni, hogy esetleg volt-e valakinek ilyen... Brit Pop magazin. 20 másodperc. Hát én azt... Jó. Pop magazin. 12 perc. Hát jelöljük meg akkor a hatosat, a Music Maker. Ez volt a legszimpatikusabb. Azt mondja, hogy a Music Maker? Így van. 2.600.000 forint. Vagy 1.200.000
200 000 van is. Smash hits volt. Smash hits. Gondoltak volna erre? Nem igazán. Tehát nem volt képben, az igazság én nem is azt éreztem, hogy most 10 másodperc nem segítette volna nem, ki. Nem 1 200 000 forint, és gyönyörű eljátszott Norbert. Köszönöm szépen a játékot.